Az idő előre haladtával egy újabb kis filmet készítettünk a menekültek között végzett szolgálatról. Amikor elkezdődött a háború, úgy gondoltuk, hogy nagyon hamar be fog fejeződni. Sajnos elhúzódott, mind a mai napig tart. Így nekünk hosszú távon fel kell készülni a menekültek ellátására. Hálás vagyok Pilipenko Lászlóért, aki az ukrán református gyülekezetnek a lelkipásztora. Nagyon nagy segítségünkre van a menekültek között végzett szolgálatunkban. Az ön munkája, amire nagy szükség van, nagyon sok oldalú. Meg tudja-e tervezni a folyamatokat? Próbálkozunk. Először is rendet teremtettünk a nyilvántartásban. Ki honnan jött, mikor, és ha szükség van a helyi önkormányzatnak az adatokra, akkor pontosan meg tudjuk mondani, hogy kik laknak itt. Aztán megszerveztük a pontos megjelenést az étkezésekre. Az ebédnél megbeszéltük, hogy elmondjuk az úri imát. Aztán minden nap vannak valamilyen bejelentések, melyeket igyekszünk, hogy mindenki tudomásról vegyen, és így az emberek kezdik felfogni az itteni új életük ritmusát. Ha valahová utazok, azt is bejelentem nekik, hát ha valamire szükségük van, például szőlősről. Vagy ha fogorvoshoz kell vinni valakit, vagy valamilyen papírokat kell rendezni, arra is vállalkozunk. Az emberek jelentkeznek, és megyünk. Vagy itt van például egy egyszerű köznapi probléma, a ruhamosás. Körülbelül 70 emberünk van többnyire, különböző családok, akik természetes, hogy külön akarják kimosni a szennyesüket. Ezért egy grafikont állítottunk össze, hogy ebben is rend legyen. De ugyanilyen grafikon rendszer működik a takarításban és a folyosó rendben tartásában is. Vagyis igyekszünk, hogy mindenki számára elérhető és kényelmes legyen ez a rendszer. Esténként különböző kisfilmeket mutatunk nekik, olyan nyugodt témájukat. Keresztény szemléletű, nyugodt témájukat. Aztán itt van nekünk a mi csodálatos Debóránk, akivel megszerveztük nekik azt is bárkinek, gyerekeknek, felnőtteknek, hogy tanulhatnak. Szinte csak szórakozásból próbálkozhatnak megtanulni pár szót magyarul. Ott van még Nórika is, aki délutánonként gyakran kézműves foglalkozást tart nekik. És a gyerekek szülei ezáltal láthatják, hogy olyan közegbe kerültek, ahol gondoskodnak róluk és szeretik őket. Az emberek elindultak a templomba is. Mert itt megszervezték nekik az ukrán nyelvű istentiszteleteket. Az én feladatom az, hogy közvetítsek a Kárpátaljai Református Egyház és az ide érkezett emberek között. Már mondotta erről néhány szót, de konkrétan milyen az együttműködés az itteni egyházi gyülekezet és az itt tartózkodó emberek között. Először is, mint közvetítő, nagyon jól megértjük egymást a lelkipásztorral, Seres Jánossal. Sokat segít a különböző köznapi dolgokban. Ő és Mészár István tiszteletes Akrehegyről is. Ha valami kérdés merül fel a szakácsnők részéről, én a tiszteletesekhez megyek, és ők aztán majd tovább rendezik a dolgokat. Az itteni területgondozók is szoktak hozzánk jönni, és én tolmácsolom a kívánságokat a tevékenykedni akarok számára. De úgy általában én, mint református lelkész, egy testvérgyülekezetbe jöttem, hogy szolgáljak. Azért, mert ez a gyülekezet kimutatta szeretetét azok iránt, akiknek menekülnie kellett a háborús övezetből. Itt szállást biztosítottak nekik, ingyenes étkeztetést. Én pedig igyekszem felvilágosítani az ideérkezett embereket, hogy mindezt az itteniek értük teszik. Azért, mert ők szeretik az Úr Jézus Krisztust. Azért csinálják. Mert szeretik az Istent.
Sokuknak ez fura, kérdezgetik is, hogy mennyit kell nekünk ezért fizetni, mennyibe fog kerülni az étkezés. Mondom nekik, hogy ez nem kerül semmibe, de ők ezt nem fogják fel. Kérdezik, miért kapjuk ezt? Mondom nekik, mert ők szeretik Krisztust, és ez a szeretet sok ember számára még hihetetlen. Mert ez nem olyan, hogy csak egyszer megvendégelik őket, hisz vannak, akik már több mint egy hónapja itt tartózkodnak. Láttam olyanokat is, akik eljöttek a magyar istentiszteletre, semmit nem értettek, de könnyeztek. Aztán mondták, hogy azért, mert olyan nyugalmat kaptak. És igen, ez tapasztalhatóan a Szentlélek munkája. Van egy kifejezése a Krisztus utáni 4. században élt Szent Ferencnek, aki azt mondta, prédikáld az Isten igéjét kézzel, lábbal, cselekedetekkel, különböző módon, ahogy sikerül, és néha használj szavakat is. Mikor érkeztek ide? 3. április 3. Amikor a háború elkezdődött, önök hol voltak? Ott, Szlávjánszkban. És mit tapasztaltak ott az elején? Hát voltak lövöldözések, robbanások is voltak, Kramatorszkban és Szlávjánszkban is, ahol csapatok voltak, Szviatoharszkban, Izom városában, több irányból hozzánk nagyon tisztán elhallatszottak a robbanások hangjai. Szinte folyton szirénáztak. Úgyhogy elég félelmetes volt a gyakori robbanásokat hallani, és napról napra egyre veszélyesebbnek tűnt a helyzet. És akkor úgy döntöttek 3-án, hogy elindulnak? Nem, mi 1-én indultunk el, és 2 napig tartott az út, 1,5 napot autóbuszon. Ez biztosított folyosó volt önöknek? Nem egészen. Előbb elutaztunk Kramatorszkba, és onnan szervezetten autóbusszal egészen Ungváriig jutottunk. Ungváról pedig ide kerültünk. Ungváron önöket szétosztották? Nekünk ott van a lányunk. Ő Kijevből menekült ide a vejünkkel, mert Kijevben ők sem érezték magukat biztonságban. És majd Ungváron már ők fogadtak minket. Aztán úgy jött ki, hogy ide kerültünk. A kisebbik lányom, ő Harkivból jött, azt a várost is szétbombázták, úgyhogy minden gyermekünk most az otthonán kívül van. Mi pedig már 2. vagyunk kénytelenek menekülni. 2014-ben először, akkor is Kijevben időztünk 2 hónapot. Akkor felszabadították Szlávjánszkot, és visszatérhettünk, most pedig ez a 2. eset. És mit tapasztalnak az itteni emberekről? Nincs-e problémájuk a nyelvvel? Nagyon jó minden. Ha erre gondolok, szinte libabőrös leszek. Az emberekkel abszolút megértjük egymást, még ha néha mutogatni is kell egymásnak. Sőt, én már 3 szót is tudok magyarul. Az emberek tehát nagyon figyelmesek, minket itt nagy szeretettel fogadtak. Meg tudnád mondani, miért kellett otthagyni az otthonotokat? Hát mert hadiállapot van. Tőlünk nem messze is leesett egy 500 kilós bomba. És fel is robbant? Igen, és 15 házban tett kárt. Ez a háború első napján volt? Nem, kicsit később. Mi akkor falun rejtőzködtünk a nagymamámnál. És miután felrobbant a bomba, visszajöttünk megnézni, mi van ott. A mi házunkkal minden rendben van, mert a robbanás epicentruma kicsit távolabb volt. Hogy érzed itt magad? Jól, finomakat főznek. És itt részt veszel valamilyen foglalkozáson? Igen, itt jártunk Nórikához, ilyen kézműves foglalkozásra. Aztán vannak magyar foglalkozások is, ott is voltam egyszer. Nekem 4 gyermekem van.
Az idősebbik fiam, aki otthon maradt, ő 22 éves. Van még két lányom, ikrek, 21 évesek. Az egyik közülük a lembergi területen van. A másik a háború kezdetekor Kijev környékén volt. Vele volt is kapcsolatom március 5-éig. Viszont ekkor megszakadt a kapcsolat, és csak tegnap előtt, hála Istennek, újból beszélgethettünk. 25 napig nem tudtam róla semmit. Van ott nálunk egy óvóhely, ahol mi is egy éjszakát ott töltöttünk a kicsi gyerekemmel, ott aludtunk. Sose felejtem el. Hírt kaptunk, hogy tűz alá fognak bennünket venni, és hogy megmentsem a gyermekemet ettől a megrázkódtatástól, felöltöztettem, mert nagyon hideg volt akkor. A szomszéd épület pincéjében van az óvóhely, ahol már fekvőhelyek voltak készítve, aztán ott el is aludt a kicsi. Olvastunk egy keveset, és elaludt. Így pihentünk 17:30 reggel, és utána hazatértünk. Ilyen volt ez az egy éjszaka. Később, mikor szóltak a szirénák, többet már nem mentünk sehová, otthon aludtunk a folyosón. Mert az ilyen gyermekeknek, mint az enyém, nem tesz jót, ha számára bizonytalan helyekre kerülnek. Most ő már nagyon szeretne hazatérni, mint általában az autista gyerekek, akiknek nincs szükségük semmi másra, csak a saját otthoni környezetükre, ami számukra a rendet jelenti, a biztonságot, az életrendjét. Mások is hallották már itt, hogy többször mondja, na kész, most már indulhatunk haza, vagy ideje hazamennünk. A másik lányom pedig, akiről az előbb beszéltem, Mária, hát azt csak az ima mentheti meg. Ő szakmáját tekintve pszichológus, és megmondta nekem, hogy úgy döntött, hogy szerződéses katona lesz. Azt mondta, értsd meg, nem bírom így tovább, segíteni akarok az embereknek. Jó magam, semmit sem tudok ez ellen tenni, esetleg csak annyit, hogy támogatom a döntésében, mert az anyja vagyok. A fiam az megmondta, hogy ő saját földjéről nem megy el sehová. Ez az én földem, az én hazám, és sehova nem fogok szöktösni. Tehát ő otthon van. És most hogy érzi magát ebben a környezetben? Úgy tapasztaltam, hogy itt nagyon jó emberek laknak. Amúgy pedig én az isztvám valláshoz tartozom, muzulmán vagyok, de most vasárnap elmentem az önök templomába, és el sem tudják képzelni, milyen nagy és pozitív hatással volt ez rám, az, amikor együtt imádkoztunk. Mélyen meghajlok mindenki előtt, akik itt befogadtak bennünket. Nem hagytak magunkra, mert bizony nagyon sok ember került most az utcára, higgyék el, sok embernek nincs igazi hajléka. Igaz emberek vannak mindenhol. És minél inkább kinyitott feléjük a lelkedet, és minél inkább hajlamos vagy te is segíteni másokon, mindez visszafordul rád. Szerintem ez az élet törvénye. Isten gazdagon gondoskodik a menekültek ellátásáról, hiszen az anyaországi testvéreken keresztül mindig időben megkapjuk a tartós élelmiszereket, amelynek köszönhetően az élelmiszer a szakácsnők áldozatos munkájának köszönhetően átalakul meleg étellé, ami minden nap az asztalra kerül a menekültek számára. Túl a testi gondoskodáson igyekszünk odafigyelni a menekültek lelki életére is. Ma már
a menekültek számára külön van istentisztelet a saját anyanyelvükön, hallgathatják rendszeresen az ige hirdetéseket. Amióta kitört a háború, minden este 6 órakor imaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Ezekre az alkalmakra néhányan eljönnek a menekültek közül is. Az egyik este nagyon meglepődtem. Az egyik menekült asszony, aki Donyeck megye nyugdíjosztályának a vezetője, saját szavaival elkezdett imádkozni hangosan közöttünk. Kisordult a könny a szememből. Megköszönte Istennek, hogy itt lehet közöttünk. Felismerte, hogy ingyen kegyelemből az Úr Jézus érdeméért van a bűneinkre bocsánat. Ő megköszönte a kegyelmet, és kérte Istent, hogy ezentúl az ő szolgálatába állhasson. Továbbra is folynak a gyerekek között a szolgálatok. Az Irpenyből érkezett gyermek evangelizációs közösség munkatársai igyekeznek a gyerekeknek átadni saját nyelvükön a bibliai történeteket. Igyekszünk a szabadidős programokra is odafigyelni. Van egy kárpátaljai vállalkozó, aki felajánlotta ingyen azt a légvárat, amelynek a gyerekek nagyon örülnek. Ezen kívül Kardos Nólika, nevelő tanárnőnk, hétfőtől péntekig, minden héten a gyerekek számára kézműves foglalkozásokat tart. Igyekeztünk támogatni gyülekezetünk rászorulóit az eddig kapott segélyek felhasználásával. Ezt az iskola munkatársai, a gyülekezeti tagok, presbiterek, diakonusok és önkéntesek segítségével állítottuk össze. Isten iránti hálával szeretném megköszönni a kecskeméti testvérgyülekezetnek. A kecskeméti testvérek immár második alkalommal érkeztek segélyszállítmánnyal a háború kitörése óta. A menekültek ellátásában nagyon sokat segítenek nekünk. A Budapest Pasaréti gyülekezetnek, a Gödöllői Református Liceum munkatársainak, Orbán Attila lelkipásztor testvéremnek, a pécsi testvéreknek az áldozatos munkáját, imádságait, adományait, amelyek nélkül ezt a szolgálatot nem tudnánk végezni.